Ez a gép fogadja majd az érettségizőket, ha belépnek az osztályterembe. Jól láthatóan minden biztonsági előírást betartva rendezték be a vizsga helyszínét. Novotné Bán Erzsébet igazgatónő arról számol be, a vírusveszély ellenére sikerült a felkészítés, és olyan körülményeket teremtenek majd a vizsga idején, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. Szerencsére mi nem március közepén kezdtük az érettségére való felkészülést. Hagyományosan már a tanév elején valamilyen módon, valamilyen formában elkezdik a kollégák az ismétlést is, illetve az írásbelire való konkrét felkészítést. Így tehát március 16-án egészen jól álltak az osztályok, illetve a diákok, úgyhogy nem hiszem, hogy pánikra lenne ok, bár ezt a másfél hónapot még természetesen ki kellett használni arra, hogy minél nagyobb rutint szerezzenek a gyerekek, és itt elsősorban az írásbelire lehetett felkészíteni, bár szóban is remekül tudtak kommunikálni és felelni. Amikor kiderült, hogy csak írásbeli vizsga lesz, akkor természetesen még erre lehetett készülni, jellegzetes, tipikus feladatokat megoldani, megoldási technikákat elsajátítani, és ismételni azt, amit még lehet. Úgyhogy nem gondolom, hogy nagy hátrányban lennének a gyerekek, és bízom benne, hogy mindazt, amit 4, illetve 6 év alatt itt megtanultak, azt most majd tudják hasznosítani és alkalmazni. Volt egy kis pánik attól, hogy csak írásbeli van, de nincs mit tenni, így kell teljesíteni a feladatot, meséli az igazgatónő. Azért a szóbeli vizsga mindig lehetőséget nyújt arra, hogy párbeszédet folytassunk, kérdezzünk a gyerekektől, picit irányítsuk a kérdésekkel, és ez általában segíteni szokott, tehát egy picit mindig, néhány kivételtől eltekintve, emelni szokta az érettségi eredményeket, de hát remélem, hogy ez most nem jelent majd akkora hátrányt a gyerekeknek. A kézfertőtlenítő is felkerül a falra, ezt majd minden belépőnek kötelező lesz használni. Nem nagyobb feladat a lebonyolítás, mint bármikor, tette hozzá az iskolai igazgatója. Alaposan meg kell szervezni, kigondoltuk, átgondoltuk, hogy történjen az érettségi. Nagyon sok teremben fognak vizsgázni a gyerekek, maximum 56-an vannak, ha mindenki, 57-en, ha mindenki érettségizik itt egy tárgyból, de ilyen nincs is, mert emelt szinten is érettségiznek. 9 teremben fognak érettségizni, tehát 6-7 főnél többen nem lesznek, akinek pedig esetleg olyan olyan betegsége van, vagy olyan, azt kéri, az külön fog egy teremben ülni, és úgy vizsgázhat a többiektől elkülönítve, természetesen felügyelő tanárral. A kollégákat is beosztottuk, aki kérte, hogy ne osszuk be, nem osztottuk be. Tehát van elég felügyelő tanár, és mivel van 2 bejárata az iskolának és 2 lépcső, így könnyen meg tudtuk oldani. Az egyik osztály az egyik épületszárnyban, a másik osztály a másik épületszárnyban fog vizsgázni, tehát nem is találkoznak egymással, így gyorsabb a beengedés is. Egyenként fognak bejönni a gyerekek, és azonnal kézfertőtlenítés, illetve mielőtt bemennek a terembe, még egyszer van erre lehetőség, illetve mobil készfertőtlenítők is rendelkezésre állnak majd. Minden szükséges eszközt beszereztünk, tehát a kollégáknak és gyerekeknek is rendelkezésükre áll maszk, amit remélem mindenki használni is fog a többiek érdekében, illetve a mosdóban is lesz készfertőtlenítő szappan, ha szükség van rá, illetve minden ajtót, ablakot nyitva fogunk hagyni, ami biztosítja a levegő mozgását. A dolgozatokat természetesen majd pihentetjük, apostatjuk egy pár napig, páncélszekrénybe fogjuk bezárni természetesen, és ezután kerül majd a javító tanárok kezébe. Takarítónők fertőtlenítik az épületet, asztalokat, székeket, kilincseket, mindent. Úgyhogy remélem baj nélkül megoldjuk az érettségit. Egy dolgunk van még, a gyerekeket megnyugtatni. Hiszen mégiscsak egy rendkívüli helyzet, bárhogy nézzük, és egy picit szokatlanok a körülmények, nyilván ők is sokkal izgatottabbak, és tartanak ettől az egész helyzettől amúgy is.
Tehát szeretnénk, ha nyugodtan ülnének a helyükön, nyugodtan tudnának koncentrálni arra, amire kell. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb feladatunk, és szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy valóban nyugodtan tudjanak érettségizni. Miközben a gyerekek az érettségére készülnek, az iskola vezetése már az új tanévre is koncentrál. Postáztuk a felvételi eredményeket a szülőknek. Nagyon-nagyon sokan jelentkeztek az idén, ennyien talán még sosem, a 6, illetve a 4 év folyamos tagozatra, és biztosan lesznek olyanok, akik még fellebbeznek, tehát kérelemmel fordulnak a fenntartóhoz, illetve elsősorban az igazgatóhoz, én továbbítom a fenntartónak, hogy változtassuk meg az elutasító döntésünket. Erre természetesen van lehetőség még. Úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne mégis a döntés ellenére, az elutasító döntés ellenére a gimnáziumban tanulni, akkor adja be a kérelmét. Két osztály indul, egy 6 év folyamos és egy 4 év folyamos. Hát picivel többen jönnek be, mint ahányan most elmennek. Május 4-től ismét gyerekzsivaj lesz majd a gimnáziumban. Izgatott érettségizők vágnak majd neki, életük egy fontos feladatának.